Jó reggelt, jó étvágyat, Soma. Krik-sziget felé tartunk, és megálltunk itt az autópályán egy McDonald's-nál, és hát reggelire krémes teszünk. De csak a Soma meg én. Csaba nem kért. Na, sziasztok! Köszöntünk benneteket még egyszer az előbbi krémeses villám bejelentkezésünk után. És akkor most megmutatom, hogy végül is miért keltünk mi útra most, hogy a Krik-szigetre menjünk. Hát ez az oka, az új családtagunk egy hete van nálunk. És azért megyünk most a Krik-szigetre, hogy egyrészt a tengeri levegővel kicsit megismertessük, hogy szokja, meg hát ki kell próbálni. A fiúk nagyon szakértik már. Igen, mindent megnéznek az elején, de megyünk tovább. Na, tehát visszajöttünk most az autópályára, és itt látszik, hogy azért nagyon jól teljesít a kis autónk. Látszik, hogy eddig 4,9 liter volt az átlagfogyasztás. Úgyhogy hamarosan ott leszünk a Krik hídnál, és akkor még azt pontosan nem tudom, hogy most hova fogunk ott menni délelőtt, mert ez most egy rövid kiruccanás, ezt nem is mondtuk az előbb. Ma jöttünk, és hát holnap már sajnos megyünk is haza, tehát ez igazából tényleg csak egy autótesztút, tehát azért egyet itt alszunk, hogy egy kis időnk legyen mégis a szigeten. Még lehet, hogy fürödni is fogunk egyébként, mert megnéztük az időjárás előrejelzést. Gyakorlatilag bármi lehet. Nagyjából 19 és 22 fok közé teszik. Na most a 22 lesz és süt a nap, akkor napozni simán lehet, és szerintem a tenger még nem hűlt le, úgyhogy még nincs kizárva, hogy én be fogok menni, a többieket nem tudom. Mert én vagyok az általában, aki kihasználja a helyzetet. De majd meglátjuk. Na, meg is érkeztünk most már Krik-szigetre, sőt most már eléggé bent vagyunk a szigeten, Vribniknél. Ott van szembe a tenger. Most leparkolunk itt. Itt ugyan voltunk már húsvétkor, de a Soma, ő még nem volt itt, úgyhogy most neki is megmutatjuk ezt a klassz helyet. Meg hát ugye ott volt egy kis vinotéka, ahol vettünk bort a múltkor, a híres Vribniki fehérbort, meg forduljon jobbra, meg megylikört vettünk még, és azt most is szeretnénk venni. Na, leparkoltuk az autót ebben a kis öbölben. Egész jó idő van. Még jöttünk, sokszor csak 7 fok volt, esetleg 8, és itt most már 18 fok volt, ahogy kiszálltunk. Én meg most bátran nem hozok fölsőt, úgyhogy remélem nem fogok megfagyni, mert a fiúk beöltöztek pulóverbe. De én úgy döntöttem, hogy nem kell, nincs ideg, jó az idő. Na, látjátok ott a tenger? Na, hát akkor elindulunk arra fölfelé a cél. Na, hát itt jövünk fölfelé, és azt néztük, hogy itt még itt van az olajbogyó. Még nem szüretelték le. Még nem érett. Ez még nem is érett, igen. És most elmegyünk oda venni megylikört, ahol én a múltkor végig kóstolgattam mindent, és fogadjunk, hogy a Csaba abba bízik, hogy ő is most megkóstolhatja ezeket. Abba, igen. Igen, gondoltam, mert irigykedett ám a múltkor nagyon. Végig kóstoltam majdnem az összes likört, meg a borokat. Hát igen, jó lenne, nyitva lenne. Mert az a megylikör az nagyon-nagyon finom, abból kellene még hazavinnünk. Itt a kaktuszok kinőttek a kőből.
most nem süt a nap, de hát ilyen napos felhős idő van ma inkább. Mit csinálsz ott fent? Napozott lenne. Na most jó, kis nyugodt a víz. Nem olyan viharos, mint mikor svédkor voltunk itt. Nagyon vigyázni kell ám, mert ilyen köves az út. És itt van ez a klassz borterasz, amit már láttunk tavasszal is. Mikor? 1964? Szerintem az egyébként a még sose jön össze, hogy itt ígyunk valamit. Múltkor sem volt nyitva, meg most sem, pedig innen gyönyörű a kilátás. Milyen mély kék a víz. Látszik, hogy mély és tiszta. Egy régi szőlőprés. Elég rozsdás már, úgyhogy szerintem ezt nem használják most már. Elég kevesen vannak már, ezt megállapítottuk, hogy nagyon szezon vége van. Alig van már ember. Ez itt egy nagyon klassz ház. Morska villa, ez ilyen bérelhető apartman van benne, és hát lent is, meg fönt is terasz van ki a tenger felé. Pálmafa, minden jó árnyékos parkolóhely. Ez nagyon klassz helyen van. Szép ez az udvar. És azért az élet megtalálja az útját. Hihetetlen, hogy ez a kőfal is tele van növényekkel. Tehát valahogy kibújtak belőle, és valahogy élnek. Mindenhol, minden kis repedésbe kinőtt a növény. És ez a kilátás innen. Ha, milyen kis épület, meg terasz van itt. Hát ja, ezt lehet, hogy hát bár nem hiszem, hogy olcsón meg lehetne venni, de hát nyilván olcsóbban, mint egy jó állapotban lévő házat. Na, hát ezt megvehetnénk. Ilyen panorámával? Simán. Olyan szép kis udvarok vannak itt mindenhol, meg olyan kis takaros házak. Úgy gyönyörű ez a lila virág, még mindig virágzik. És itt van a pálmafa is. Mert sajnos a kis boros boltunk nincs nyitva. De most bemegyünk ide, egy másikba is. Itt sajnos nem jártunk sikerrel, mert itt csak bort árulnak, liköröket nem. Szent Martin kápolna. 1560. Szép virágos erkély. Sajnos nem volt nyitva a borozónk, de vettünk egy ilyen vörösbor likört. Hát ez valami eszméletlenül finom volt, meg eszméletlenül drága is. Senkinek nem. Na és az előbb mutatta a tábla, hogy erre van a világ legszűkebb utcája, amit tavasszal már megtaláltunk. Most megmutatjuk a Somának is, ha sikerül rá találni. Na, megtaláltuk a világ legszűkebb utcáját. Újra.
És a Soma már nézi, milyen matricák vannak. Mert ezt ismerem, megint. És ez magyar motoros izé. És de most lehet, hogy mi is fölkerülünk. Mert amúgy itt sokan megfordulnak a világ legkeskenyebb utcájánál. Hát ez igen, ilyen, tényleg. Hát a nagyon nagy darab emberek ne is kísérletezzenek vele. De hát mi még éppen átférünk. Igaz, fiúk? Mi még átférünk ezen az utcán, legalábbis tavasszal átfértünk, úgyhogy szerintem most se lesz gond. Na, tehát akkor a világ legkeskenyebb utcájánál keressetek minket. Na, Soma, átférsz rajta? Hadd lássam. Nincs széles vállam, úgyhogy elférek. Jó, akkor megeheted majd a szendvicset még. Mert átférsz a legkeskenyebb utcán. Na, gyere vissza! Hát, éppen hogy kicsit gyúrnál még, akkor már nem menne. Mégse. Oké, sikerült, nem szorult be. Eljöttünk most már Vribnikből, és megyünk tovább Baska felé, csak itt megálltunk egy kicsit megnézni a szőlőket, mert itt terem a híres bornak való szőlő. De hát sajnos már leszüretelték az idén, úgyhogy megkóstolni nem tudjuk. Itt erre elnézünk, akkor itt is végig szőlők vannak, meg itt erre is. Na, a Csaba talált még egy kis fürtöt. Hatalmas nagy. De ezt meg tudjuk kóstolni legalább. Nagyon finom, jó édes. Jó érett szőlő. Itt van egy ilyen kis beugró bejárat. Innen még jobban látszik, hogy mennyi szőlő van erre. Arra is nagyon messze, és itt körbe mindenhol. Na, följöttünk egész a templomig. Már ez a templom, ez a temetőben van. De innen nagyon szép a kilátás. Csoda nagy fenyő. Az igazi árnyékot adó. És ott lent Baska városa. Rengeteg kis hajó van. Innen olyan kis picikének látszanak. Pedig azért annyira nem picike mindegyik szerintem. Itt is a falból milyen virág nőtt ki. Na most jövünk tovább fölfelé kicsit a templomtól. Itt azért elég szédületes kilátás van. És egyébként meglepő, hogy az ilyen helyeknél, meg az ilyen kis erdei bekötő utaknál rengeteg helyi autó állt most. Ugye a helyiek úgy tűnik örülnek, hogy végre eltűnt a turisták hada, és jönnek kirándulni. Itt hétvégén nem a bevásárlás a fő program, úgy tűnik. Oda még fölmegyünk és onnan kinézünk. De először megnézzük itt ezt a épületet. Nem állsz be! Be lehet sétálni. Na hát akkor az ajtón kell bemenni, nem az ablakon. És melyik volt az ajtó? Gondolom a másik. Ja, majd másik oldalról bemegyünk. Nem olyan nagy ez a Krik-sziget, és tavasszal itt voltunk 4 napot, és akkor sok mindent megnéztünk, de még mindig van itt látnivaló, úgy tűnik, mert itt sem voltunk akkor. És itt van egy kék-fehér csíkos turista jelzés is. Látszik, hogy az út is megvan. Hát erre jócskán el lehetne menni túrázni. Nézzünk belőle is.
ez az egész hely Vaska fölött van. A templomnál és a temetőnél kell egy kicsit tovább jönni. És akinek van kedve, meg energiája, az itt eltúrázhat még jó messzire is. Kiépített köves út, tehát nyugodtan neki lehet vágni. Na, érkezünk itt fölfelé. Nagyon jó, hogy ide följöttünk, nagyon szép a kilátás. A tippet azt úgy kaptuk egyébként, mert tavasszal, amikor itt voltunk, akkor ez kimaradt. Úgyhogy köszi, Marci! Nagyon szép! Na, megérkeztünk Baskára, lejöttünk a hegyről. Mindjárt le fogunk menni a partra végre, hogy a tengert közelről megnézzük. Micsoda mozaikok vannak itt. De ebbe is megél a növény. Pedig igen, ebben is vannak növények, érdekes módon. Na hát akkor menjünk, nézzük már meg a tengert. Szóljunk neki, hogy itt vagyunk. Azért látszik, hogy vége a szezonnak, nagyon kevesen vannak az utcán. Csomó mindenbe van zárva. De mondjuk nem is hiányzik nekünk a tömeg, ez így pont jó. Na, fagyit azt még lehet enni. Fagyikejhet is lehet enni, igen, aki akar. Koktélt is lehet inni. Vettünk egy fagyit. Finom. Milyen bogyók vannak ezen a fám? Tisztára úgy néz ki, mint az olajbogyó, de hát ez nem az. Végre megérkeztünk a partra. Kint tücsörögnek, és ott valaki fürdenek. Hát még lehet, hogy én is fogok majd. Na, hadd lássuk, milyen. Hát... szerintem ebbe bele lehetne menni. Ha sütne a nap, akkor jobban esne, biztos. Nem olyan nagyon hideg. Na, ők ott most jöttek ki a vízből. Most a Sirály is itt sétafikál. Na, bemegy fürödni, úgy döntött. Dugd be a lábad! Milyen? Szerintem se. Na, ugye, hogy lehet küldeni még. Jóci papa garázsa. Ki jöjj Jóci papa siklóson? Ki kell derítenünk, ha hazaérünk?
Cici Béla. Ja, Cici Béla hajója. Na, hát itt erre följebb azért van még nyitva sok minden. Itt ülnek kint végig. Ez nem a levendula, ez valami más. Ez nem levendula. Nem tudom, hogy mi, de nem levendula. Úgy döntöttünk, hogy megkísértjük a szerencsénket. Vettünk egy 10 kunás kaparósorsét, és most a Soma le fogja kaparni. És akkor lehet, hogy itt maradunk még hétfőig, keddig, szerdáig, attól függ, mi lesz az eredménye. Vagy elmegyünk holnap haza. Na, fordítsd ide. Hát, igen, nem tudjuk, hogy ez most mit jelent. Hát, ha annak ott benne kell lenni, akkor már 10 kunát visszaszereztünk. Volt? Hát annyi történt, hogy ingyen volt a sorsjegy, mert 10 kunát nyertünk. Hát legalább a vételárat visszanyertük. Na, hát akkor ez legalább nem volt szerencsétlen, ha nagy szerencsese. Ja, most megyünk a kocsmába, elisztuk a nagy nyereményt. Na, végig sétáltunk az óvároson, most itt lemegyünk, és akkor elmegyünk vissza az autóhoz, és megyünk tovább Nyivicébe, ahol az éjszakát fogjuk tölteni. Most is a Magál Hotelben, mint utoljára, tavasszal. Na, ugye, fürdenek, mások is fürdenek, úgyhogy én is fogok fürdeni, ha kisüt a nap. És ha nem? Hát lehet, hogy akkor is, ha már itt vagyok. Csak meg kéne fürdeni a tengerben. Na, megjöttünk Nyivicére, itt vagyunk újra a Hotel Magálnál. Mi most bemegyünk, és meglátjuk, melyik szobát kapjuk. Múltkor nagyon szép szobát kaptunk, látszott a tenger belőle. Most is olyat kértünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy megint olyan lesz majd ott fönt valamelyik, remélhetőleg. Na hát, ez a kilátás a szobánkból, és ott van a tenger. És itt van az étterem egyébként alattunk. Na, lejöttünk a partra, itt Nyivicében. És öltözködik valaki, biztos arra fürödtek. Milyen nyugodt a víz, úgy is hullámzik szinte. Megjöttek a sörök, már meg is kóstoltuk. Korival. Igen, Csabának nagy sör kellett. Ja, Somával megelégszünk a pohárral is, nem vagyunk olyan telhetetlenek. Most már jól esik az egész napos séta, járkálás után. Látjátok, hogy ringanak a hajók? Egyszerre előre, hátra. Előre, hátra. És most nem tudjuk, hogy az-e a gond, hogy már mind a hárman söröztünk, vagy látjátok ti is, hogy mennek előre, hátra a hajók? Remélem, hogy igen, mert még annyi sört nem ittunk, hogy attól lássunk ki. De mintha táncolnának. Ja, egyszerre mozognak, mint valami koreográfia lenne. Igen, ja. A sörözés után lejöttünk még ide a partra. Most jönnek valami hullámok, biztos elment valami hajó. Még egy kicsit sétálunk, aztán utána elmegyünk vacsorázni.
és aztán lefekszünk aludni, mert hogy most nagyon rövid volt az éjszaka. Éjjel 2:30-kor keltünk. Úgyhogy megyünk majd pihenni. És akkor holnap majd még jelentkezünk. Valahol még itt leszünk a tengerparton egész biztos. Nagyjából olyan 1 óra körül fogunk délután hazaindulni. És most még úgy tervezzük, hogy még lehet, hogy Donyi Miholácon még vacsorázunk egyet. Úgyhogy akkor holnap találkozunk. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Jó éjszakát mindenkinek! Ha tetszett a videónk, akkor kérlek, lájkoljátok! Ha feliratkoztok a csatornánkra, annak különösen örülünk. Ebben az esetben ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt sem, mert akkor értesítést kaptok az új tartalmainkról. Megtaláltok minket a Facebookon és az Instán is, szóval mindenhol ott vagyunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, várunk benneteket legközelebb is. Sziasztok!